A német alkotmánybíróság vizsgálja Angela Merkel felelősségét abban, hogy 3 éve a kancellár rázódította migránsok százezreit Németországra. Az ellenzéki AfD szerint Merkel bele is bukhat, ha ellenében ítél az alkotmánybíróság. De nichts anderes mussten wir im Sommer 2015 nyarán tapasztalnunk kellett azt, hogy Németország külső határainál a jogrend neuralgikus pontokon megszűnt létezni. Néhány német alkotmánybíró a végrehajtó szint ezen ignoranciáját a törvényalkotókkal szemben a törvények figyelmen kívül hagyása miatt egy államcsínynek nevezte, amely felülről érkezett. Németország is egy olyan kérdéssel találta szembe magát a 2015-ös másfél millió vagy 2 millió, vagy ki tudja mennyi illegális migránsnak a beinvitálásával, illetve beengedésével, ami az egész német társadalmat megrázta, amely egész Európa számára megrázó következményeket hozott. Kánc Csaba, a privátbankár.hu külpolitikai szakértője a vendégem. Jó estét kívánok! Hát pontosan mit is vizsgál a Német Alkotmánybíróság ebben az ügyben? Hát ugye itt arról van szó, hogy az AfD azt állítja, és valóban így van, hogy a Bundestagot, vagyis a törvényhozást a kancellár kihagyta egy ilyen stratégiai jellegű döntésből. Valójában itt arról van szó, hogy 2015 óta nemhogy nem gyógyult be az a seb, amelyet 2015 őszén tapasztalatunk, hanem valójában üszkösödik ez a seb. Tízezerekről, százezerekről nem tudjuk pontosan az identitását, nem tudjuk pontosan az egészségi állapotát, több tízezer ember alámerült, ez Németországra is, Svédországra is vonatkozik, és ahogy itt korábban elhangzott, gyakorlatilag ez a báramlás, ez megváltoztatta, megrecsentette a német politikai centrumot, felhozta az euroszkeptikus AfD-t, amely ma 16%-on áll, és nyilvánvaló, hogy ezek a pártok keresik a felelőst. Ugye ön is úgy fogalmazott, hogy megroppantotta ez az egész 2015-ös folyamat Németország politikai centrumát. Ennek ellenére tavaly ősszel kancellárrá választották Merkel asszonyt, és győzött a CDU. Még hogyha utána aztán egy rendkívül utána, hosszú kormányalakítási eljárás. 5 hónapon keresztül. De mindezek tudatában, amit ugye már annó kiszivárogtatott a Die Welt is ezzel a 2015-es Willkommenskultúrral kapcsolatban. Tehát, hogy bármi újat tud-e mondani az Alkotmánybíróság most? Itt gyakorlatilag a legfontosabb dolog, hogy az ellenzék napirenden tartsa ezt a válságot, és azt, hogy ez napirenden tartsa, ez segítette ez az új botrány Brémában, illetve a bevándorlási hivatal körül kialakult botrány, amely szintén nemhogy csitulna, hanem eszkalálódik, és itt gyakorlatilag mind a kancellárnak, mind a volt kancellária miniszternek Altmaiernek közvetlen direkt politikai felelőssége van. Arra még vissza fogunk térni, de valóban lehet ennek az alkotmánybírósági eljárásnak, illetve meglátjuk majd, hogy mit fog kimondani, hogy akár Angela Merkel székébe is kerülhet, kancellári székébe, vagy azért ez egy erős mondat és erős következtetés? Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy ez erős kijelentés lehet. Nyilvánvaló, hogy komoly politikai nyomás is kerül majd a Karlsruhe-i alkotmánybírósági testületre, de azért az utóbbi órák és napok fejleményei az, hogy Donald Trump elkezdett egy újfajta német politikai kurzus felé nyomást gyakorolni, áll a bál Berlinben az új, egy hónapja adta át a megbízó levelét az 51 éves nagykövet, és botrányos nyilatkozatot tett egy újfajta, másfajta európai politikai dinamikát akarnak látni. Erről egy kicsit mesélne részletesebben? Mert hogy lehet, hogy az Echo televízió nézői ezt a botrányos nyilatkozatot, tartalmát nem ismeri. Igen, itt arról van szó, hogy a Breitbart
kemény vonalas amerikai honlap londoni kiadásának gyakorlatilag benyilatkozta a nagykövet, hogy leszerepelt az európai baloldal, és Németországban is Európában egy kemény vonalasabb jobboldalra van szükség, és hogy félreértés ne legyen, június 13-ára a nagyköveti rezidenciájára meghívta Sebastian Kurz osztrák kancellárt, akit korábban az európai politika rockstárjának nevezett. Ugye mellékesként azért megjegyzem, hogy ma van Vladimir Putyin Bécsben, tehát itt azért mozognak a lemezek, és ez a nagykövet még találkozott Jens Spahn CDU politikussal is, azzal a fiatal feltörekvő politikussal, aki kimondottan a kancellár ellenfelének tekinthető. A nagyköveti nyilatkozattal párhuzamosan Steve Bannon pedig bemondta a Die Weltbe, hogy Macronnak és Merkelnek meg kell dőlnie hamarosan, meg kell buknia. Ez azért érdekes, amit mond, mert tényleg egy irányba vezetnek a folyamatok, nagyon úgy néz ki. Ugye most itt van ez az alkotmánybírósági eljárás, amit szintén említett, hogy a német, vagy a Szövetségi Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal menedékjoghoz juttatott körülbelül 2000 olyan menedékkérőt, akiknek a szabályok szerint nem lehetett. Tehát ott a brémai kirendeltségen álltak, olyan fejetlenségek voltak, amiről állítólag Merkel tudott. És az ellenzék most valóban azt várja, hogy álljon fel egy vizsgálóbizottság, és hallgassák meg Merkel asszonyt is. Milyen jövőt jósol Merkelnek és a CDU-nak? Bizonyos értelemben Merkel politikai dinamikája már elveszett. Ez teljesen nyilvánvaló volt már tavaly szeptemberben. Most is változott a kommunikációja is egyébként. Most adott egy interjút a valamelyik, nem is tudom, Kiszivárgott az, hogy azt hiszem egy beszélgetése volt Obama elnökkel, és gyakorlatilag csak a liberális rendet próbálja megőrizni azzal, hogy bevállalja az új kancellárságot. Tehát pontosan érezte azt, hogy milyen nyomás van azon, hogy mind a CDU, mind az SPD a második világháború óta a legrosszabb eredményét érte el tavaly szeptemberben. Tehát próbálják egyben tartani azt a politikai centrumot, amely, ahogy beszélünk róla, végül is recseg. Jó, térjünk át Szlovéniára, nem sok időnk maradt. Ugye a bevándorlás ellenes demokrata párt végzett az első helyen a szlovéniai előrehozott választásokon, de hát kérdésen, hogy tud-e kormányt alakítani. Mi lesz Szlovéniában? Mert csak a baloldali pártok között tud mazsolázni, vagy tudna, csak éppen nem biztos, hogy szóba állnak. Igen, tehát több kifutás lehetséges, nem beszélhetünk egyértelmű eredményről. Janza pártja 25%-ot elvitt, de a baloldalról senkit nem képes koalícióra felkérni, két ilyen centrista pártot esetleg. A centrista baloldalon hat párt található, két volt miniszterelnökkel, akik nagyon-nagyon nem kedvelik egymást. Nincs a centrista baloldalon, kötőjel baloldalon, egy határozott vezető személyiség, tehát abszolút benne van a kártyákban, hogy új választás lesz. Mert hogy ha nem, akkor az is lehet, hogy ugyanolyan kilódásra kell számítani Szlovéniában is, mint aminek szemtanúi voltunk, ugye Németországot említettük az előbb, vagy akár Olaszországot is említhetnénk. Tehát hogy egy rendkívül hosszú koalíciós tárgyalások kezdődnek most Szlovéniában is? Igen, tehát instabil gyakorlatilag jelenleg a politikai paletta, és hiába ért el 25%-át, a mandátumoknak ez egyelőre csak piruszi győzelemnek számít. Azt még ki kell emelni, hogy ugye Orbán Viktor személyesen is kampányolt az SDS nevezetű párt mellett, és nyilvánvaló, hogy Közép-Európában egészen másfajta politikai dinamika alakult volna ki, hogyha alig pár nappal az olasz új kormány eskütétele után Szlovéniába is befutott volna egy erőteljes euroszkeptikus politikus. Ez az áttörés elmaradt.
Uh-huh. Tehát ön azt mondja, hogy annak bizony volt jelentősége, hogy a magyar miniszterelnökként kampányolt a demokrata párt mellett gyakorlatilag? Ennek van jelentősége, és ezt nem csak én gondolom. A magyar miniszterelnök nem csak Szlovéniában kampányolt, hanem videóüzenetben Macedóniában is. Ez már egy balkáni tér, ez már egy balkáni játéktér, és erre annyira felfigyeltek a nemzetközi kancelláriákon, hogy a mai New York Times címoldalon hozta ezt a tényt. És milyen narratívával? Én amit olvastam, annak igen, volt olyan is, hogy gyakorlatilag a magyar miniszterelnök most ugyanúgy próbálja befolyásolni más országok belpolitikai alakulását. Ez így van. Mint ahogy olyan párhuzamot is hoztam, Soros György próbálja Magyarországon. Igen, igen, igen. Tehát ez volt a narratíva, hogy ez egyfajta franchise-ként lapangó EU ellenes, bevándorlás ellenes narratívával. Szövetségeseket keres. Igen, így van, egy közép-európai politikai tér kialakítása, ebben benne van Bajorország, benne van Macedónia, Szlovénia, és most már, ahogy följött Olaszország, tudjuk, hogy a belügyminiszterrel ma telefon. Igen, beszélnek már ott is ugye a magyar-olasz tengelyről, és hogy ők akarják gyakorlatilag közösen megújítani Európa szabályait, valahogy ez volt a lényege. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Köszönöm szépen, hogy köszönöm. Vendégem volt. Önöknek is köszönöm a figyelmüket, hogy velünk tartottak ma is. Tegyék így holnap is, 7 óra után Földi Kovács Andrea várja önöket. Viszontlátásra, szép estét!